Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Ismét itt vagyunk, hogy őrizzük a család és az otthon melegét. Itt vannak beszélgetőtársaim, szakértőink, és nagy szeretettel köszöntöm Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerek Világház Alapítvány szakmai vezetőjét. Szervusz Csilla, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én már második alkalommal köszönthetem Koszi Jankát, előadó művészt, énekest, kócsot. Köszöntök mindenkit. És természetesen nagy szeretettel köszöntöm Tolnyai Gábor atyát, plébános mentálhigiénés szakembert. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Egy héttel ezelőtt, akik velünk tartottak, tudják, hogy elsősorban Koszi Janka pályájáról indultunk el, és aztán azért elég mély beszélgetésekbe jutottunk, amelyek nem feltétlenül a család, de mégiscsak a család részei, és nagyon fontos volt. Most következő téma, amit elárulok Janka hozott, ezért majd őt fogom megkérni, hogy vezesse fel, hogy mégis mire gondol. Ez úgy néz ki, hogy családi rendszer játszmák, és én állapotok jellemzői. Mit értünk ez alatt? Mire gondoltál? Ó, hát nagyon sok mindent. Nem lehet egy szóval válaszolni erre. Tehát egyrésztről arra gondoltam, hogy érdemes arra felhívni a figyelmet, hogy a családban tényleg érdemes rendszerben gondolkodni. Ami azt jelenti, hogy mindenki hatással van mindenkire, nagyon egyszerűen fogalmazva, és leginkább talán arra helyezném a hangsúlyt, hogyha mondjuk találkozunk egy olyan helyzettel, ami valamiért nem tetszik, vagy nehezebb a számunkra, akkor próbáljunk meg elsősorban magunkban olyan változást előidézni, ami hatással lehet a másik emberre is, vagy arra a helyzetre. Tehát ne az legyen az első, hogy neked ebben és ebben kellene megváltozni, vagy te miért így csinálod, miért úgy csinálod. Mert hogy ez egy annyira jól működő rendszer, és annyira jól van kitalálva, idézőjelben, hogy tényleg az én változásom az összes többi tagra hatással lesz. Még akkor is, hogyha ennek nem közvetlenül van egy hatása, de akkor is észrevehető egyszerűen a dinamikában, a reakciókban, a kommunikációban. Én úgy tudnék ezt kapcsolódni, ez jutott eszembe, hogy ezt ugye a múltkor, a legutóbb egy héttel ezelőtti adásunkban erről beszélgetünk, hogy segítőként hogyan vagyunk benne a kapcsolatokban, és azt gondolom, hogy ezt meg nekünk segítőknek is a fejünkben kell tartanunk, hogy amikor valaki odajön hozzánk segítséget kérni az ő családi kapcsolati problémájával, akkor nem csak ő van, hanem hogy ezt a rendszer szemléletet, hogy rendszer gondolkodást, ezt nem szabad elfelejteni, hogy ő van azzal, ahogy ő látja annak a helyzetnek, vagy annak a rendszernek a működését párkapcsolati, családi kérdésekben. És azt nem szabad elfelejteni, hogy ez az ő sajátos nézőpontja, hogy a történetet látja. Ugye ezt mi megint szakmailag tanuljuk, azt gondolom akár coachként, akár bármiféle segítő szakmaként, de ugye azt is említetted a múltkor, hogy olyan sokan megkeresnek téged is, hogy ilyen problémával, olyan problémával, és lehet, hogy egy idézően sem mondom, egy ilyen átlag segítőnek se rossz ezt tudni, hogy akkor ne a tutit mondja meg a másiknak, hogy mit kell csinálnia, hanem maximum azt, ahogy én abból, amit ő elmondott nekem, látok abból a történetből bármit is. Én csak hallgatok, nekem az a szakmám, hogy hallgassak, de az nagyon okosan, és az nagyon jó kell csinálni. Hogy sokan vannak, hogy a munkahelyen oda megy az XY a barátnőjéhez, akár kicsodához, és elmondja, hogy mert a férjem, a feleségem, és az anyósom, és a nem tudom kicsoda, ezt meg azt csinálja, ilyen meg olyan, és olyan könnyű ilyenkor megmondani a tudit, hogy akkor mondd meg a kedves mamának, hogy csináld azt a férjeddel, a feleségeddel, hogy. És közben tulajdonképpen én csak egy részét, egy szeletét látom annak a rendszernek, ahogy ez a család működik. Már szeretjük azt mondani, amit ő hallani akar. És hinni azt, hogy ettől ő megnyugszik. Nem is feltétlenül kell nekünk tanácsot adni. Bőven elég, ha csak okosan tudunk kérdezni. Szokták mondani, aki kérdez, az nyer. Tehát, hogyha eljön hozzánk bárki, és most a hivatásszerűen, tehát hogyha én éppen akkor dolgozom, és azért jött, hogy pontosan tudjuk, hogy most mi fog történni, ugye ott azért megvannak a szabályok, megvannak a keretek. De összefuthatok bárkivel boltba, úton, útfélen, akárhol, és történhet bármi, és mondhatja nekem, vagy csak felhív telefonon, mert hogy úgy gondolja, hogy most ő neki ezt muszáj kimondania valakinek. Tehát, hogyha az ember csak ennyit tart észben bárki, akit megtisztel egy másik ember a saját nehézségével, problémájával, küzdelmével, harcával, hogy én most rád figyelek, és a legtöbb, amit tőlem kaphatsz, az az, hogy meg akarlak téged érteni,
és tudjak veled együtt érezni. Ha ezt ő megkapja, nagy valószínűséggel ő már köszöni szépen jobban van, mint előtte volt. Tehát, hogyha az együttérzésemet oda tudom neki adni, akár olyan formában, hogy visszamondom, amit ő elmondott, hogy szóval akkor most azt mondtad nekem, hogy az a probléma, és ez a tatatata, és akkor igen, igen, már ő azt érzi, hogy megértettek. Ő már ettől megkönnyebbül és jobban van. Abban a helyzetben, hogy egy másik ember számára érthető formában közölnie kell, végig fogja gondolni a szituációt és a helyzetet, és megpróbál engem képbe helyezni. Már ez egy fél megoldás lehet neki a probléma megoldása felé vezető úton. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A másik, hogy ugye milyen hibába szoktak beleesni ezek az alkalmi segítők, hogy nem csak együtt érezni fog vele, hanem elkezdi sajnálni. Na most az egy nagyon-nagyon nehéz helyzetet fog generálni mindenki számára, a sajnálkozóra is, meg a sajnálóra is. Nincs rá szükség a valóságban. Ha én valakit sajnálok, akkor eleve lúzernek, eleve kilátástalannak élem meg az ő helyzetét, és ezt is fogom neki sugalni, hogy ó, te szegény szerencsétlen, te aztán ezen soha nem fogsz változtatni, így jártál. Ha együtt érzek vele, akkor viszont oda tudom neki adni azt a dinamikát, azt az erőt, hogy látom benned a lehetőséget a változásra. És ehhez nem kell különösképpen nagyon sokat tanulni. Csak az embernek belülről kell ezt tudnia és tisztán kezelnie, hogy én látom, hogy te itt most nem csak panaszkodni akarsz, hanem erőfeszítéseket akarsz tenni a helyzeted megváltoztatására. És hogyha én ebben tudok neked annyit segíteni, hogy itt vagyok, és meghallgattalak, és végigmondhattad, és értem, hogy mi a problémád, és együtt tudok veled érezni ebben a nehézségben, de abban is biztos vagyok, hogy megtalálod a kiutat, akkor már mindent megkapott, amire neki szüksége van ebben az életben, hogy ő tovább lépjen. Amikor megírtam neked, hogy ez lenne az egyik téma, hogy családi rendszerek, akkor mindjárt az volt a válasz, hogy rettenetesen fontos. Így van. Miért így tartod van. Ennyire fontosnak te is? Azért, mert hogyha ha tisztában vagyok a keretekkel, ha tisztában vagyok azzal a rendszerrel, amiben én élek, amiben én dolgozok, amiben a mindennapjaimat meg tudom élni, akkor pontosan tudom, hogy kitől mire számíthatok, magamtól mire számíthatok, és az engem körülvevőktől mire számíthatok. Tehát az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha én hazamegyek, és én tudom azt, hogy én elmondhatom a férjemnek a mai történést, akár a közlekedés kapcsán, akár a munkám kapcsán, akár egy ügyintézés kapcsán, vagy csak egyáltalán egy hírt hallottam, és ahhoz kötődik valami, teljesen mindegy. De ha én tudom azt, hogy én őneki, ha elmondhatom ezt a problémámat, vagy ezt a nehézségemet, vagy ezt az érdekességet, akkor én tudom, hogy ki az, akinek én elmondom. Tudom, hogy mire számíthatok tőle. Én tudom, hogy most annak van helye, vagy szerepe, vagy nincs. Ha történetesen én hazamegyek egy ilyen pakkal, mert nem tudom, én volt egy közlekedési incidensem, és ekkora a fejem, és alig várom most, aztán... És látom, hogy a férjem laposkúszásba jön haza, mert annyira fáradt, akkor én szépen hátrébb tudom tenni azt az én komoly, nagy, hatalmas problémámat a rendszerben, mert azt tudom mondani, neki szemmel láthatóan inkább van szüksége arra, hogy valaki meghallgassa, és akkor most ő lesz az, akit én meg fogok hallgatni. Tehát a rendszeren belül azért tudnunk kell a szabályokat, és tudnunk kell a játékszabályokat, és tudnunk kell azt, hogy ki milyen erővel van jelen ebben az egészben. Ezért fontos, hogy rendszerben gondolkodjunk. Nem a 3 éves gyerekem nyakába fogom zuhintani azt, amit a férjemmel kell megbeszélnem. Tehát nagyon-nagyon tudni kell, hogy kinek hol a helye a családban, és mi a szerepe. Erre gondoltál te is? Ez is abszolút, tehát ez nagyon, nagyon szerte ágazó ez a téma, és ez is abszolút beletartozik, de nyilván az is, hogy mondjuk mit hozunk magunkkal, tehát hogy ha vissza akarunk menni egy picit nyilván az időbe, akkor a gyerekkorunkban milyen példákat, mintákat láttunk, és onnan mik azok, amik jöhetnek, mert elképzelhető, hogy valami probléma vagy téma, ami felüti a fejét a jelenben, az nem is arról a helyzetről szól, hanem visszamenőleg tényleg egy mintáról adott esetben, amit én magammal hordozok még. Szóval, hogy ezért is nagyon fontos az önismeret és a tudatosság, hogy ezeket össze tudjuk kötni. Mert hogyha már én megértem azt, hogy ez a reakció ez bennem miért aktiválódott, akkor már egyből jön egy feloldás is tulajdonképpen. Így van. Illetve a másik, ami szerintem szintén fontos, amit szintén az előbb így mondtál, hogy a rendszer egy tagjának a megváltozása, az az egész rendszerre hatással van. És ezért nagyon sok kapcsolatban, házasságban találkozom azzal, hogy
hogy valamelyik fél kicsit előrébb fut a másikhoz képest, mondjuk akár egy elkezd foglalkozni saját magával önismereti szempontból, mit fog kezdeni azzal, aki ezt nem látja? Vagy aki nem halad így elő? Pszichodráma kapcsán mondták ezt nekünk annak idején, amikor a csoportba haladtunk, hogy ne meséljetek el otthon a házastársatoknak azt, amit a csoportba zajlik. Ott se. Mert a párod nem fogja érteni, hogy benned az a folyamat most éppen hol tart, ami neked még igazából nem ért véget, benned dolgozik, de ő valamit lát abból a vívódásból, küszködésből, és nem fog tudni mit csinálni vele. De ugyanakkor meg szükség van arra is, hogyha én változok, alakulok, és egyszer csak rádöbbenek arra, hogy valahogy eltávolodtunk egymástól, akkor mit kezdek a másikkal? Ez megint az én saját egyéni felelősségem, hogy akarom-e, hogy ez a kapcsolat működjön. Jegyes pároknak szoktam ezt mondani, hogy amíg friss a kapcsolat, amíg megvannak azok az idézős mézes időszakok, addig izgalmas a másik, hogy milyen zenét szeret, milyen film a kedvence, nem tudom, bármi egyéb történet, és akkor utána jön az együttélési időszak, és onnan kezd igazán izgalmassá válni ezt a történet, hogy amikor már megszokottá válik a másik jelenléte, akarom, hogy ez egy élő dolog maradjon, vagy sem. És akkor onnantól kezdve indulhatnak el azok, hogy dolgozunk együtt, hogy ez a házasságunk működjön, vagy pedig elindulunk a saját utunkon, és ott lehetnek buktatók, hogy mennyire figyelek oda, vagy nem figyelek oda. De hogy egyrészt saját magamra, ahhoz, hogy az egész történet működni tudjon, és a másikra, vagy másikakra is. Mert hogy nem önálló lényként, szigetként létezünk, hanem ha akarom ezt a családot, ha akarom ezt a kapcsolatot, akkor ebben, és ez egy jó kis magyar szavunk, hogy párkapcsolat. Tehát, hogy ott a párra szükség van ahhoz, hogy ez működjön. Nyilván benne van a történetbe, bocsáss meg, hogyha egy pár összekerül, és együtt él, és eddig még nem volt ebben tapasztalata, akkor önmagukat is tanulják. Tehát, mert az sem, ha valakivel elkezdek együtt élni, és még soha nem csináltam ilyet, nem tudom, hogy milyen vagyok egy ilyen szerepben. Jól gondolom? Abszolút, tehát igen, valakinek ez is felültet, vagy valakinél felülteti a fejét ez is. Amire akartam csatlakozni az előbb, hogy talán fontos lehet azt is így tisztázni, hogy kinek mi a feladata, ez is nagyon sokat segíthet, és egy nagyon gyakorlati és egyszerű dolog igazából, de hogy kinek mi a szerepe így a párkapcsolaton belül, hogy milyen feladatkörök tartoznak mondjuk hozzá, ki mit szeret csinálni, mit csinál szívesen, mikor csinálja szívesen, vagy hogyan gondolkodik erről vagy arról, és hogyha ezekről beszélgetünk, mert nagyon sokszor egyébként ez kimarad a kommunikációból, pedig tényleg ezzel az egyszerű dologgal sok minden kiküszöbölhető lenne. Ezt csak azért mondom, hogyha esetleg valaki kedvet kap, akkor tényleg egy ilyenfajta beszélgetést is elindíthat otthon, akkor nagyon sok mindent ez kisimíthat már önmagában. Például ezt is, amit mondtál. Igen, hogyha erről beszélünk, akkor a hagyományokban ugye megvoltak a férfi szerepek, és megvoltak a női szerepek. Ez manapság azért mosódhat. Én legalábbis úgy látom, hogy legalábbis mosódik. Lehet, hogy nem kéne, de mintha mosódna. Hát óhatatlan attól a pillanattól kezdve, hogy a hagyományos szerepeket nem tudjuk a mindennapi életünkbe betölteni. Mert már régen megszűnt az a világ, amikor otthon volt a nagymama, és akkor hazavárta az unokákat. Ma a nagymama dolgozik és rohangál, és ugyanúgy éli a mindennapi életét, mint bármelyik más középkorú ember. Ma teljesen más élet kihívásoknak kell, hogy megfeleljünk. Tehát ezeket a szerepeket meg kell tartanunk bizonyos keretek között, és bizonyos keretek között változnunk kell úgy, ahogy a világ változik. Ha ezt nem tudjuk lekövetni, akkor bizony törékeny lesz ez a történet, mert nem fog tudni alkalmazkodni. Az alkalmazkodó képesség nélkül nem fogunk tudni tovább lépni. Hogyha a mindennapi kihívásoknak szeretnénk megfelelni, már pedig szeretnénk megfelelni, mert különben alágyűr a dolog bennünket, és akkor elvesztjük a kontrollt, és elvesztjük a világunkat. Hogyha szeretnénk megfelelni, akkor ezt rendben kell tartani, és a rendszer az egy rendhez kapcsolódik. Na most az, hogy otthon éppen a mosogatógépet ki fogja elindítani, vagy a mosógépből ki fog kipakolni, én nem gondolnám, hogy ez kifejezetten női vagy férfi szerep ma már, vagy ennek megfelelően kell ezt csinálni, mert ma már pontosan ugyanannyi
egyik embernek, mint a másik embernek, éppen kinek van hozzá kedve, ki ér rá, kinek van most hozzá affinitása, stb. 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 Millió dologtól. Ki tud szemben bekakolni a mosogatógépen. Például, ki tud jobb jobban. Rendben. Világos. Ez bizony így van, tökéletesen igazad van. Tehát, hogy igen, a szekrénybe kipakol be, mert ki tudja azt, hogy... Tehát, hogy egy idő után az erősségeink is ki fognak derülni ebben az együttműködési rendszerben. És attól még az a alapvető női és férfi principiumokat azt gondolom, hogy ugyanúgy meg tudjuk élni. Azt én nagyon fontos dolognak tartom, hogy a párnak a kapcsolata egymás felé az megmaradjon annak, ami. És nem azon múlik valaki, hogy mennyire férfias, hogy ő most szebben, vagy jobban, vagy ügyesebben, vagy erősebben. Vannak azért tipikusan olyan dolgok, amik azt gondolom, hogy a mai világban is inkább a férfiak. Szóval én azért láttam már hölgyeket is autót mosni, de ha oda megyek egy ilyen autómosóhoz, akkor azért még azt gondolom, most is 9-1 az arány a legrosszabb esetben is, tehát 9 férfi fog autót mosni, és egy hölgy lesz ott. De azt is el tudom képzelni, hogy adott esetben van egy olyan család, mert hogy ilyet is ismerek, ahol... Mit tudom, előbb megfogja a fúrógépet az a hölgy, és sokkal inkább ő, mert hogy ő neki ez a gyerekkorából hozta apukájánál, és mindig ezt látta, neki ez így természetes, és megcsinálja. Tehát én nem gondolnám, hogy ezeket egy eleve nagy könyvszerűen ki kell jelölni, vagy meg kell írni, vagy egyáltalán valamilyen kotta szerint kell játszani, hanem sokkal inkább azt gondolom, hogy mindig az adott pár fogja kialakítani, de fontos, hogy ők tisztán kezeljék ezeket a helyzeteket, és mondja, hogy figyelj, már egy hete én mosogatok, és rohadtul unom, nem lehetne, hogy most egy kicsit te is beleálljál, vagy mondja azt, hogy figyelj, én hadd mosogassak, mert imádom az illatát az új mosogatószer, mondtam valami hülyeséget. Tehát most értitek? Tehát, hogy igenis beszéljük meg egymással, és adjuk oda egymásnak a legbelsőbb érzéseinket is tisztán, és ne kelljen mindenféle technikákat kitalálni, hogy hogyan is vegyem rá, hogy na végül. Franc. Az már a játszma történet. Ez már a játszma, igen. Egyébként tényleg, amit az előbb felvetettél, hogy ugye milyen szerepek vannak is, hogy mit viszünk tovább, és mit nem, hogy pont szerintem kifejezetten a férfi-női szerepekre vonatkozik az, hogy mit hozunk otthonról, vagy mit láttunk otthonról. És például csak egy zárójeles gondolat erejéig egy saját példát hozok be, csak azért, mert lehet, hogy így fontos lehet, hogy nekem például ez problémát jelentett, hogy én, amikor a párkapcsolatomba bekerültem, vagy elkezdtük a közös életünket, akkor én az előadói mi voltomat, azt hogyan folytatom, hogy ez összeegyeztethető-e, hiszen én azt láttam otthon, hogy a nők beáldozzák tulajdonképpen magukat a családnak, és a gyereknevelésnek, és a főzésnek, és a háztartásnak, stb. Amivel egyáltalán nincsen baj, csak ugye kérdés, hogy nekem mi az ideális, és nem csak nekem, hanem mindenkinek, tehát, hogy mi az, ami az ő számára egy élhető és működtethető, hosszú távú dolog tud lenni. És akkor ezt nekem így mérlegre kellett tenni, hogy mi az, amit abból szeretnék továbbvinni, amit egyébként én kaptam otthonról, és mi az, amit újként szeretnék beépíteni. Tehát ezt érdemes így szerintem egy picit átvizsgálni, átvilágítani a mindenkinek, hogy ő hogy is van ezzel. Szerintem a kulcs szó az, vagy számomra a kulcs szó az volt, amit az előbb mondta, hogy együttműködés. Uh-huh. És szerintem a magyar nyelvünket én nagyon szeretem, mert olyan jól kifejezi azt, amit szeretne elmondani, és szerintem ez a rendszer, ez akkor működik, ha az együttműködő rendszer. Tehát, hogyha együtt akarom, hogy együtt működjünk, igen. És abban a pillanatban, hogy elindulnak ezek a játékok, játszmák, hogy de az legyen, amit én akarok, és akkor úgy csinálom, mintha ő akarná tulajdonképpen, és nem veszi észre, hogy ugye ez a családfeje a férfi, a nő pedig a nyak, és a feje arra fordul, mert a nyak akarja. Ugye egyetlen mondat a bazin, hogy görög lakszikban, hogy megjegyeztem, de ez szerintem zseniálisan jó mondat volt. De hogy ugye ezt én is látom, hogy a nők azért ügyesen tudnak úgy irányítani férfiakat, hogy a férfiak azt higgyék, hogy ők irányítanak. Tehát, hogy ez most nem hívsó, nincs tesszőleg. Ez ősi történet, ez nagyon messzire megy vissza. Igen, jó, de ezt most komolyra fordítva, hogy tényleg azt gondolom, hogy ez a rendszer akkor működik, ha a rendszer minden tagja akarja, hogy működjön. Azaz együtt működik. És abban a pillanatban, hogyha bármelyik tagja a rendszernek, ami szintén itt elhangzott, ő a saját érdekét kezdi előre helyezni, akkor maga a rendszer kezd el bicegni és működni. És azt persze mindenki megérzi, nem is biztos, hogy meg tudja fogalmazni, hogy itt valami nem jó, vagy legalábbis eleinte nem tudja megfogalmazni, csak sejti,
És akkor válik igazán izgalmassá, amikor mondjuk egyszer csak valamelyik fél kimondja, hogy ez így nem működik, vagy nem mehet tovább, vagy hogyan legyen tovább, mert akkor ott már, és ott jönnek a nagy kérdések, hogy még helyreállítható a rendszer, akarom, hogy együttműködjön tovább a történet, vagy már annyira elgyászoltam a történetet, hogy tulajdonképpen, hát jó, végülis hiszek a feltámadásba, de azért, amikor már valaki egy kapcsolatban eljut odáig, hogy elgyászolta, végigkönnyezte a kapcsolatot, akkor már nagyon nehéz azt feltámasztani. És ugye sok esetben úgy sok olyan kapcsolati nehézséggel találkoztam, amikor már valaki a gyász után keresett meg. Mert már az a fél, aki elmondta, hogy figyelj, ez itt most már nem megy tovább, valószínűleg addigra már egy folyamatban eljutott odáig, hogy ő ezt nem tudja tovább csinálni. Hát igen, csak ilyenkor nekem az a kérdés, hogy és a másik fél ezt nem vette észre időközben, hogy valami szerintem nem oké. Okay. Lehet, hogy vakrán tehát, hogy rá. Persze, hogy, hát. Hogy van rá, csak akkor megint, hogy az én párom, az miért az én párom. Tehát, hogy megvan-e benne az, hogy én is legalább olyan fontos vagyok ebben a kapcsolatban, mint hát ő. Hát azért a párom, hogy én jól érezzem magam a világban. Uh-huh. Ilyenről is hallottam. Korona ékszered. Tehát amiről beszéltünk, az nyilván, hogyha ilyen közös megegyezés, az az ideális, de még mindig van olyan, én is tudok olyat, pedig panelban aztán abszolút indokolatlan, mert még a tradíciók miatt is indokolatlan, de van ilyen, hogy panel, és tulajdonképpen egy férfi ember egy darabig fúrhat egy panelba, de azért ez éveken át nem tartó feladat, hogy felrakja azt a bizonyos karnist, vagy bármi dolga legyen, viszont takarítani, mosni, mosogatni egy életen át kell abban a panelban is, de amikor arról van szó, hogy állj fel a kanapéról, és egyszer segíts mosogatni, az nem férfi munkát. Hová gondolsz, hogy én ilyet csináljak? És az ilyesminek végül, hát akár szomorú vége is lehet, mert előbb-utóbb a másik fél tényleg megunja, hogy ezt csinálja. Vagy rá tudja vezetni a párját a történetre, vagy elfelejtjük ezt, hogy uram és parancsolom, és oda viszem neki a sört, miközben mosogatok, a gyerek húzza a lábam szárát, és a gépet is ki kéne szedni a fürdőszobába. Igen, ezért fontos szerintem, hogy fontos-e annyira kimutatni a másiknak a szeretetemet, ahogy neki jó, hogy mondjuk erről beszéljünk, vagy megkérdezzük, hogy, mert lehet, hogy most lehet, hogy egy furcsa példa, de hogy mondjuk a férfi azt hiszi, hogy azzal tudja kifejezni a legjobban a feleségének, hogy szereti, hogy minden reggel kávét visz neki, de közben a felesége pedig annak örülne, hogy mondjuk hetente kétszer felmos otthon. És különös hány ingere van 4 óra kávét inni. Igen, úgy mellesleg. És hogy vajon erről ők tudnak-e beszélni? Mert lehet, hogy a férfi azt hiszi, hogy ő folyamatosan jót teszek és kimutatom a szeretetemet, de a hölgy pedig nem ebből szűrné le ezt igazán, tehát hogy vajon elbeszélünk-e egymás mellett. Például ez a mosogatásra ugye volt egy ilyen reakció, hogy ezzel kapcsolatban is lehet azért itt mit kibeszélni. És megérkeztünk Gábor atya kedvenc témájához, a szeretett nyelvekhez, mert hogy ezek fontos dolgok, hogy egymásról tudjuk. De szóval az tényleg nagyon jó, és látom, hogyha meg tudják beszélni a partnerek, a párok ezeket a dolgokat. A nehézségek ott vannak, hogyha ezek úgy nem működnek. Ilyenkor kívülről lehet a segítség. Tehát mondjuk egy coach, vagy egy egyéb szakember meghívja a párt, és valahogy megpróbálja rávezetni a ez nem férfi munka urat arra, hogy hát dehogy nem, lehetne az is. Hát először is, hogy ez nem meghívásos alapon működik. A másik pedig párterápiával a terápiában foglalkoznak, tehát coach nem foglalkozik párokkal, én semmiképpen nem, de nyilván az egyénnel lehet foglalkozni, és ott is azért lehet elmozdulást elérni, sőt, illetve hát nem az a cél, hogy elmozdulás legyen, vagy nem is az, hogy ők feltétlenül egymás felé mutassanak, hanem hogy annak az egyénnek mi a legjobb. De persze, hogy mindig nagyon jó, hogyha egy külső pont, egy külső segítség ránéz a helyzetre. Mindenféleképpen azt gondolom, hogy a párterápia azért teljesen más műfaj, tehát a de segíthet? Hogyne. Nagyon sok esetben segíthet, és nagyon van létjogosultsága ennek a történetnek. Tehát amikor eljutottunk odáig egy adott élethelyzetben, hogy mi ketten itt vagyunk, és én mondom az egyik oldalon az igazamat, és én mondom, vagy ő mondja a másik oldalon a maga igazát, de ennek a kettőnek nagyon nehéz van ami fajta közös nevezőt hozni, akkor kell, hogy legyen arra lehetőség, hogy te viszont elég fontos vagy nekem ahhoz, hogy én lépjek, és akkor egy külső segítségtől
várjunk valami fajta megoldást. Igen, erre vannak szakavatott szakemberek, akik ezt tanulták, az egy nagyon-nagyon nehéz műfaj. Tehát a párkapcsolati tréningek, a párkapcsolati munkák, azok azért egészen másfajta dinamikát kérnek, meg egészen másfajta tudást is kérnek a segítőtől is. Ha valaki ezt nagyon jól tudja csinálni, akkor ő nagyon-nagyon tud segíteni. Amiről beszéltünk itt már, hogy kéretlenül tanácsot adni kívülről, azért nem szabad, mert hogyha nem ismerem a helyzetnek a teljes képét, akkor én egy fals ítéletet fogok hozni, és azon keresztül fogok valamilyen módon belenyúlni, és ezzel bizony nagyon-nagyon sokat lehet ártani. Tehát ez az a pletyka szint, amikor feltüzeli egyik a másikat azért, hogy ő mit csinálna meg, hogyan oldaná meg, és a többi, miközben nem is tudja, hogy mi a valóság. Egyszer egy továbbképzésen hallottam az egyik mesteremtől, hogy ő természetgyógyász egyébként, és ő mondta, hogy ha bejön a páciens, akkor így is úgy is hazudni fog. Vagy azért, mert bagatelizálja a problémáját, mert nem is olyan fontos, tehát nem mondja el a valóságot, vagy azért, mert azt szeretné, hogy felnagyítja, hogy túldimenzionáljuk ezt a helyzetet most. Tehát mindenképpen hazudni fog, mert benne van, és nem lát tisztán. Tehát ez az alaphelyzet, hogyha benne vagy, nem látsz tisztán. Te sem, én sem, más sem. És ez bizony, tessék szíves lenni elfogadni alázattal adott esetben. Én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy mindenkiben legyen annyi önkontroll és önmérséklet, hogy nem biztos, hogy az úgy van, ahogy én érzem, vagy én látom, vagy én gondolom. Érdemes ezt kipróbálni, mondjuk gyakorolni is, mert hogy műsorunk már a véget ért. Fekete Cseri Zsuzsannának, Koszi Jankának és Tolnyai Gábor atyának nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Egy hét múlva folytatjuk a beszélgetést, újra itt lesz a Családőrzők. Viszontlátásra!